Jó napot kívánok! Az előző előadásban azt néztük meg, hogy milyen mozgalmak, megmozdulások és folyamatok vezettek Tajvan demokratizálódásához, most pedig azt nézzük meg, hogy konkrétan miképpen zajlott a demokratizálódási folyamat, hogyan alakult át Tajvan, milyen jogi, alkotmányos reformokkal alakult át Tajvan egy diktatúrából egy virágzó demokráciává. Ugye azt láttuk, hogy több minden taszigálta, tolta Tajvant a demokratizáció irányába. Egyrészt volt egy belső nyomás, hogy az a középosztály, aki a 70-es, 80-as évekre kialakult és felemelkedett, az elkezdte bejelenteni az igényét arra, hogy beleszólhasson. A saját hazájának, országának az ügyeibe, és ugye mindenféle ellenzéki mozgalmak szerveződtek azzal a céllal, hogy rákényszerítsék a Kómintangot, hogy engedje el a hatalmi monopóliumát. És hát magán a párton belül, a Kómintangon belül is zajlott egy tajvanizálódási folyamat, vagyis az a folyamat, amelynek során egyre több tajvani került be. A pártba, és egyre több tajvani került vezető pozícióba, és az egész szemlélete a Kómintagnak elkezdett eltávolodni az összkínai szemlélettől. Tehát egyre kevésbé egész Kína kormányzó pártjának tartotta magát a Kómintag, és egyre inkább csak a tajvani nép pártjának kezdte el magát tartani. Persze ez egy lassú és kinkeserves folyamat volt, de a 70-es évektől ez már azért zajlott. Itt a tajvani alatt azokat a a értem, akiknek az ősei évszázadokkal korábban e, migráltak Tajvanra, és akik ugye szemben állnak a, a tajvani társadalommal, sok szempontból a mai napig azokkal, akik 49-ben zúdultak rá a szigetre a Komintanggal. Hát volt egy jelentős belső nyomás egyrészt a társadalom részéről, másrészt pedig hát a Kómintang maga is elkezdett átalakulni, de volt egy jelentős külső nyomás is, ugye a 70-es években Tajvan jelentősen elszigetelődött, a Nixon sok után sorra szakították meg a diplomáciai kapcsolatot a kínai köztársasággal különböző országok, 79. január 1 -ével az USA is megszakította, a diplomáciai kapcsolatot vele, és innentől fogva Hát néhány tucat ország maradt csak diplomáciailag szövetségese a kínai köztársaságnak, és hát a nemzetközi térben elfoglalt helye, a mozgástere az minimálisra szűkült. És azért is, hogy ezt a mozgásteret növelje, azért is szükség volt a demokratizációra, hiszen tudta, úgy pozícionálni magát, így, mert már demokratikus államként taj van, hogy ő az, aki szemben áll a szárazföldi kínai diktatúrával, és ő egy olyan, mint a demokrácia, ahol érvényesülnek az emberi jogok, a mindenféle szabadságok, tehát az ország legitim kormánya rendelkezik, mert a népe választotta meg szemben a szárazföldi kínaival, és biztosítja mindazokat a jogokat, amelyek a nyugati világban megszokottak az állampolgárok számára, és ezzel uh, próbálta a tajvani elit, hát így megnyerni a nyugati eliteknek és a véleményformálóknak a támogatását. Tehát ez a megkülönböztetés, hogy van a diktatórikus szárazföldi Kína, meg a demokratikus Tajvan, ez ugye Tajvannak a nemzetközi presztízsét, mozgásterét, ez, ez erőteljesen növeli, míg hogyha egy diktatúra maradt volna a Tajvan, akkor tulajdonképpen az égvilágon semmi nem igazolta volna a létjogosultságát. Maga az USA is a 80-as évektől egyre inkább nyomást kezdett gyakorolni a szigetre. Már a Taiwan Relations Act-ben, tehát a tajvani kapcsolatokról szóló törvényben is szerepelt olyan kitétel, hogy Tajvannak biztosítania kell az alapvető emberi és politikai jogokat az állampolgárai számára. A következő években pedig azzal, hogy Kína emelkedett fel, és egyre inkább a, köztudatba bekerültek a kínai viszonyok, azzal a Tajvanra fokozódó nyomás és egyre nagyobb lett, hogy demokratizálódjon. Ez aztán 1989-ben a Tiananmen téri eseményeknél ért el a csúcspontjára, amikor ugye Tajvan egyértelműen azzal tudta már megkülönböztetni magát a béreskező diákokat mészárló pekingi kommunista rezsintől, hogy elindult a demokratizáció útján. És hát meg kell említeni, hogy az egész államnak, a kínai köztársaságnak a hivatalos állami ideológiájában eleve szerepelt a demokrácia, a mincsüen kifejezés, a három népi elv, amelyet Sun a kínai köztársaság atya fektetett le még a 20. század elején, a Demokrácia eszméjét is tartalmazta, és tulajdonképpen az, hogy Tajvan demokratizálódott, az igazából csak az eleve meglévő államideológiának a, a valóra váltása, a megvalósítása volt. Tehát tulajdonképpen a három népi elfhez képest, Szunyacen az államalapító eszméihez képest a csankersekféle diktatúra volt. Egy kitérő, egy történelmi kitérő. Valójában, amikor elindult a demokratizáció Tajvanon, akkor semmi más nem történt, csak visszatért az állam az alapítójának az ideáihoz. Egy személyt feltétlenül ki kell emelni az egész demokratikus átmenetből, ez pedig Lee Tenghui aki Chiang Ching után az elnöke lett a kínai köztársaságnak. Maga Chiang Ching ugye már nem érte meg a demokratizációt. Ő alatta indultak azok a folyamatok, amelyek aztán a 90-es évekre teljesedtek ki, de egyáltalán nem biztos, hogy Chiang Ching úgy képzelte, olyan mértékű demokratizációt akart, mint ami végül is végbe ment, de hát annyit ő még megtett életében, 87-ben ugye bejelentette a szükségállapotnak a végét, és eltörte, hogy megalakuljon az első ellenzéki párt, DPP, Demokratikus Haladás pártja személyében. Aztán 88-ban meghalt, tehát Chiang kikerült a képből, és a helyére az addigi alelnök egy bizonyos lítenk Hui került, akit Mr. Demokrácia néven is szoktak emlegetni Tajvanon, mert gyakorlatilag az ő nevéhez kötődik a szigetnek az átvezetése a diktatórikus körülményekből a teljesen kifejlett demokráciába. Ő egyébként nemrég halt meg 2020-ban, az utolsó 20 évében már ilyen politikai háttéremberként, egy mozgalom párt szellemi atyaként tevékenykedett, a reflektorfényből már kikerült. Li Tenghui, a kínai köztársaság elnöke volt 1988 és 2000 között. 1988-ban alelnökként került automatikusan Tjankinkó helyére, tehát a kör még nem választották meg. Aztán eh, 90-ben, amikor lejárt a mandátuma, hát az pontosabban Tjankinkónak a mandátuma volt, akinek a helyére ő került, akkor a nemzetgyűlés őt újra választotta, az akkori alkotmány szerint 6 évre, aztán 1996-ban, amikor megtartották Tajvanon az első közvetlen elnökválasztást, akkor Li Tenkhui már a nép által megválasztva lett négy évre a kínai köztársaságnak az elnöke. 2000-ben lejárt a mandátuma, az alkotmány szerint nem indulhatott újra. Ő egyben a Kuomintang pártnak is az elnöke volt 1988 és 2000 között, tehát a két nagyon fontos elnöki tisztséget ő töltötte be, ő volt a köztársaságnak az elnöke, tehát az államelnök, illetve a kormánypártnak az elnöke is. Aztán, amikor e, lejárt a mandátuma is 2000-ben, vissza kellett vonulnia, akkor még jól összeveszett a saját pártjával, a Kuomintanggal, és egyfajta szellemi atya lett a Tajvani Szolidaritási Unió nevű pártnak, ami a Kuomintang ellenében indult a későbbi választásokon, és ezért aztán a Kuomintangból is kizárták. Ez a Mr. Demokrácia, Lee Tenkui, azért is jelentős szereplője a tajvani történelemnek, és egy szimbolikus alak, mert ő az első olyan elnök, aki a Penseng zsenek közül került ki, tehát egy olyan családból származott, amely évszázadok óta Tajvanon élt. Ugye egész eddig Csankasek is, meg Csankinkú is, gyütment volt ők ugye szárazföldről, jöttek 49-ben, Li régi tajvani kínai családból származott ugye a japán gyarmati korszakban született, és erőteljes japános nevelést kapott, a fiatal korában kifejezetten a japán identitása volt, japán nevet viselt, és kimonóba mászkált, sőt, még a japán hadseregbe is belépett, a testvérével az együtt, és egyébként a testvére az japán színekben halt meg Manilában a második világháború alatt, tehát japán katonaként. Aztán ugye a japán gyarmati korszak vége után rájött, hogy ő hát igazából mégsem japán, és a szigeten futott be karriert. 1971-ben lépett be a Kuomintangba, tehát már nem fiatalon, korábban ilyen egyetemi pályát futott be, és a Cornell University-n, tehát Amerikában szerzett doktori oklevelet, PhD, tehát erőteljes amerikai hatásuk is értékült, ez is azért fontos az ő személyiségében. És hát egy nagyon tehetséges technokrata volt, abba az új generációjába tartozott a Kuomintang tagoknak, akik már a tajvaniak közül kerültek ki, és akiket azért is nyomtak, hogy elősegítsék a pártnak a tajvanizációját. Úgyhogy miután 71-ben belépett, villámgyorsan emelkedni kezdett az ő szerencse csillaga. 78-ban kinevezték Taipei polgármesterévé, ekkor még kinevezték a polgármestert, nem választották. Sőt, 81-ben Tajvan tartomány kormányzójává is uh, kinevezték. Ez ugye egy ilyen furcsa szituáció volt a Tajvanon ebben az időben, hogy volt egy központi kormányzat is, meg egy tartományi kormányzat is saját kormányzóval. Tehát a kettőnek a illetékeségi területe az gyakorlatilag meg. Ezért aztán a Tajvan tartományi kormányzónak különösebb szerepe nem volt, de mégis csak egy fontos tisztség volt. És hát uh, itt elég jól ellátta a feladatait, elsősorban ilyen víz elvezetési, illetve víz utánpótlási problémákat sikerült taipei is, meg aztán tartományi szinten is megoldania, kifejezetten sikeresen kezelte a, a víz problémákat ezzel hívta fel magára a a figyelmét, aki 1984-ben megtette őt alelnökének. 84-ben választott a nemzetgyűlés elnököt és alelnököt, és hát egy Tyankinkó, aki a Tajvanizációnak lelkes híve volt, tehát ő kifejezetten támogatta azt, hogy minél több ilyen eredeti tajvani személy kerüljön vezető pozícióba. Ő ezt a tehetséges technokratát választotta a lelnökének. És ugye, amikor 88-ban uh, meghalt, akkor automatikusan a, az alkotmány értelmében Teng-hui lépett a helyére. 88-ban pártelnököt is kellett választani, tehát ugye államelnök választásra nem került sor, mert automatikusan lett az alelnök az államelnök, de a Kómintang elnök ekkor még nem közvetlenül lett Litenkúi automatikusan, hanem a Kómintang kongresszusának meg kellett őt választani a Tjankinkú helyére, és itt azt a politikai bravúrt hajtotta végre Litenkúi, hogy sikerült saját magát lenyomnia a szárazföldiek úgynevezett palota frakciójának a torkán. Volt egy ilyen frakció a Kómitangon belül, aki ilyen régi hátkor szárazföldi kínai tekintélyekből állt, és ők nagyon nem támogatták Litenkuit, de végül is sikerült az ő támogatásukat, vagy legalábbis jóváhagyásukat is megnyernie. Tehát 88-tól egy fontos választott pozíciója is lett ő lett a kómintagnak az elnöke, és egészen 2000-ig viselte ezt a tisztséget. És ekkor kezdődött, tehát amikor már állam elnökként is, és Kómitang elnökként is, óriási hatalma lett Lítenkuinak, ekkor kezdődött el a szélsebes demokratizálódása Tajvannak, ami egy szűk évtized alatt végbe is ment. Ez rengeteg mindenféle politikai küzdelemmel járt. A, na a részletekben nagyon nem akarok belemenni, de hát ugye el lehet képzelni, hogy hát itt voltak olyan régi kómintag elfársak, akik már a 40-es évek óta ott ültek a parlamentben, meg a nemzetgyűlésben, meg mindenféle kómintag testületekben, és foggal ragaszkodtak a pozícióikhoz, és semmiképpen nem szerettek volna választásokat, mert hát az nyilván az ő befolyásuknak a végét jelentette volna és mindezeknek a különböző konstellációkban szerveződő frakcióknak, ellenfrakcióknak, klikkeknek, csoportoknak az ügyes egymás elleni kijátszásával, felhasználásával, meggyőzésével, legyőzésével, egyebekkel sikerült Litenkuinak, illetve az őt támogató körnek megvalósítani a Tajvannak a demokratizálódását. Olyan is volt, hogy egyenesen az állampolgárok segítették ki 1990-ben, a múlt előadásban említett vadliliumok mozgalma azért ment az utcára, hogy közvetlenné tegyék az elnök választásokat, és elküldjék már nyugdíjba a 47-ben megválasztott nemzetgyűlési meg törvényhozási képviselőket, és hát ezekkel a követelésekkel Litenkui egyetértett, számos kómintan politikus meg nem, és hát ebben a helyzetben Litenkui az támogatásáról biztosította a tüntetőket, tehát tulajdonképpen a tüntetők alulról, Litenkui meg felülről verte át a különböző reformokat a Kuomintangon. Ugye 90-ben megválasztotta őt a nemzetgyűlés is, nagy többséggel elnöknek. Hát ez is egy fontos fegyvertény volt, mert ugye nem mindenki támogatta az ő elképzeléseit a Kómintangon belül, és végül is ő alatta került sor az első közvetlen elnökválasztásra 1996-ban, amikor is a szavazatok 54%-ával a tajvani lakosság is megválasztotta őt elnöknek. Ugye korábban a Nemzetgyűlés választotta meg még 90-ben, 96-ban viszont már maguk a tajvani emberek is. Az önök 2000-ben lejárt a mandátuma, és itt, mint említettem, jól összeveszett a saját pártjával, egy másik pártot kezdett el támogatni, és ezért a Kuomintangból kizárták. Tehát egy évvel azután, hogy a 12 éves elnöki, mondátuma lejárt, ő már a komintagnak nem úgy elnöke, de még tagja se volt, szépen átsod, átsodródott a zöldek oldalára, a, a, másik oldalra, és az utolsó 20 évében már tulajdonképpen komintag ellenes politikát folytatott, illetve ő maga az első vonalban már nem tevékenykedett, de komintag ellenes pártot támogatott. Ő itt Litenkui, aki 2020-ban halt meg, nem olyan régen. A most a politikai küzdelmekbe kevésbé akarok belemenni, inkább az alkotmányos folyamatot mutatom be ennek az előadásnak a hátralevő részében, amelynek a során Tajvan átalakult egy demokratikus állammá. Ez azért is volt fontos ez a folyamat, mert mintaképe lehet mindenféle diktatúrának, hogy hogy lehet szép fokozatosan saját magunkat átalakítani és demokratizálódni. Érdekes módon egyébként a tajvani folyamat az párhuzamosan zajlott a kelet-európai rendszerváltásokkal is, csak sokkal sikeresebb volt. Már csak azért is, ez egy fontos különbség Tajvan meg a kelet-közép-európai országok között, hogy Tajvant nem egy politikai rendszernek az összeomlása és egy gazdasági válság vitte bele a demokratizációba, hanem ez egy belülről és kívülről jövő nyomásnak. Az eredménye volt, de nem arról szólt a történet, hogy volt egy végtelenül népszerűtlen, gyűlölt diktatúrikus párt, aki nyomorba taszította a lakosságot, és amikor a elégedetlenség az már tűrhetetlen lett, akkor megindult a rendszerváltás. A tajvaniak köszönik szépen, nagyon jól voltak ők a 80-as években, meg a 90-es években is, tehát ilyen gazdasági vetülete a rendszerváltásnak nem volt, ez szintiszta politikai átalakulás volt, és a Kuomintang sem volt különösen népszerűtlen párt, ezt láthatjuk, hogy a 80-as évek legvégétől a 90-es évek végéig mindig megnyerte az aktuális választásokat. A 90-es évek végén volt egy olyan helyhatósági választás, amikor először az ellenzéki párt néhány szavazattal többet szerzett, mint a Kuomintang, egész addig a Kuomintang volt a legnépszerűbb, legtámogatottabb párt is. És egyébként a mai napig is, most éppen nem kormánypárt, de a legnőbb ellenzéki pártként funkcionál. Nézzük tehát magát az átalakulást. Ugye 1986-ban alakult meg a DPP, a Demokratikus Haladás Pártja, ez volt ugye az ellenzéki párt, ami egyrészt ugye a politikai eh, intézményrendszer eh, területén demokratizációt szeretett volna, másrészt pedig ideológiájában a tajvani identitásnak az erősítését, és az elszakadást a kínai identitástól, a kínai szárazföldtől, a kínai köztársasági eszménytől, tehát a, a tajvanizációnak a végigvitele volt az alapcélja, és hát tulajdonképpen mai napig is ez az alapcélja a DPP-nek. Az első olyan választást, amin a DPP megmérette magát, 1989-ben tartották, ekkor a törvényhozási meg helyhatósági választásokat tartottak, de ekkor még bőven a amikor volt a legerősebb és a legjobban szervezett párt, de a DPP is indult, és, és a választásokat elvesztette, de, de megjelent már komoly politikai erőként. A legfontosabb problémát 89-90 táján az jelentette, hogy ott voltak a még a szárazföldön a 40-es években megválasztott képviselők a nemzetgyűlésben, illetve a törvényhozó ben és hát ezek már nagyon öregek voltak, külkemény pártiak voltak, és nagyon nem akarták elengedni ezt a politikus dolgot, és hát ugye olyan emberek döntöttek tehát Tajvan ügyeiről, akiket nem a tajvaniak választották meg, tehát ebbe a két fő testületbe, a törvényhozásba, illetve a nemzetgyűlésbe a Tajvaniak csak ilyen pótválasztásokon küldhetnek néhány képviselőt a kihulló öreg képviselőknek a pótlására. 89-90-ben az átalakulás pártiaknak a fő követelése az volt, hogy ezek a képviselők, ezek vonuljanak vissza, menjenek nyugdíjba fel is ajánlott nekik a Litenkui vezetés egy ilyen alkút, hogy önkéntesen nyugdíjba mehetnek, és akkor elég vaskos kompenzációt kapnak, de sok pénzt kapnak azért, hogy lelépjenek, de ezt nem fogadták el a képviselők. És végül is ez a kérdés ez úgy oldódott meg, hogy 1990-ben a főbírók tanácsa, ez ilyen a féle legfelsőbb bíróság a kínai köztársaságban, ez úgy értelmezte az addig is meglévő alkotmányt, hogy a régi képviselőknek vissza kell vonulniuk 1991. decemberig. Ez egy kötelező érvényű döntés volt. Tehát ami nem sikerült a törvényhozásban, értető, hiszen ők ültek ott a törvényhozásban, vagy pedig tüntetéseken, ugye 90-ben zajlott a Vadliliumok mozgalma, azt ilyen jogi csűréssel, csavarással megoldották, elküldték nyugdíjba a régi képviselőket, és megválasztották helyükre az újakat. Még a régi nemzetgyűlés, tehát a sorszám szerint az első nemzetgyűlés, szokták őket uh, uh, sorszámmal ellátni, ez, ezek azok, akik uh, 47 ben lettek megválasztva, tehát még ez a régi nemzetgyűlés 1991-ben döntött az ideglenes cikkelyek a kommunista lázadás elfolytásának idejére, című ilyen alkotmány kiegészítésnek az eltörléséről. Ez egy olyan, még a 40-es években született e, alkotmányos e, módosítás volt, amely gyakorlatilag felfüggesztette a alapvető állampolgári politikai jogokat, és e, amely az egész országot, kínai köztársaságot a kommunisták elleni harcnak rendelte alá. Most ezt e, eltörölték, e, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy ekkor, tehát 91-ben ért véget a hadi állapot a köztársasági erők meg a kommunista erők között Kínában. Persze csak jogilag, hát ugye ekkor azért már évek óta nem, illetve évtizedek óta nem volt tényleges háború közöttük, de hivatalosan Tajvan tulajdonképpen ekkor tett le a szárazföld visszafoglalásáról, és ekkor vált egyértelművé, hogy, tajvani, hogy a tajvani kormányzat innentől fogva magát Tajvan kormányának tartja, és nem az egész kínai nép kormányának. Ez nem lett egyébként így explicite kimondva, de az ideglenet cikkelyeknek a visszavonása gyakorlatilag ennek a ténynek az elfogadását jelentette. És ami a demokratizáció szempontjából nagyon fontos, a nemzetgyűlés 1991. május 1-én elfogadta az első alkotmánykiegészítés csoportot, ez egész konkrétan az 1-től a 10. cikkeig terjedt, ami demokratikus pályára állította az országot. Itt meg kell jegyezni, hogy ekkor, illetve a következő másfél évtizedben az alkotmányos rendszernek az átalakítása, az alkotmánynak a módosítása, az nem úgy történt, hogy bele magának a 47-es alkotmánynak a szövegébe, és ott módosították jobbra-balra az egyes cikkelyeket, hanem az alapszöveget az békén hagyták, és a végére fűztek ilyen úgynevezett kiegészítő rendelkezéseket, amik aztán szépen így megszaporodtak, meg összeolvasztották őket különböző alkotmányos módos, alkotmány módosításoknál, meg szétszették őket, és végén, tehát mai napra létrejött egy külön dokumentum, a Köztársaság alkotmányának a kiegészítései, szépen oda csatolják a 47-es alkotmánynak a végére, Ebben vannak az igazán fontos rendelkezések, amik a hatalmi ágak egymáshoz való viszonyát szabályozzák. Tehát, hogyha azt akarjuk megnézni, hogy hogyan működik jelenleg a tajvani állam, akkor nem magát a 47-es alkotmány szöveget kell néznünk, hivatalosan az is érvényben van, de azokat gyakorlatilag felülírja az alkotmánynak a végére oda fűzött vaskos kiegészítés gyűjtemény. 91-ben is ez történt, hogy nem a 47-es szöveget piszkálták, hanem végére oda tettek 10 cikkeit, ami különböző intézkedéseket tartalmazott a választásoknak a meghirdetésével és a lebonyolításával kapcsolatban, meg a politikai jogoknak a biztosításával, a cenzúra eltörlésével egyebekkel kapcsolatban. És végül is 1991-ben került sor az első olyan választásra Tajvanon, amelyen egy országos vezetőtestületet, a nemzetgyűlést megválasztották maguk a tajvaniak. Tehát ugye egészen eddig ugye azok az öreg bácsik meg nénik ültek a nemzetgyűlésben, akiket még 47-ben választottak meg a, a szárazföldön. Ezek ugye 91. decemberével visszavonultak, helyükre újakat kellett választani, és ezen a választáson már csak a tajvani lakosok szavaztak. Technikailag egyébként érdekes módon oldották meg a dolgot, hogy összehangolják azt a jogi e, fikciót, hogy a, a Nemzetgyűlés az egész kínai népnek a képviselője, miközben a valóság az az, hogy ugye csak a tajvaniak szavazhatnak a Nemzetgyűlési tagokról. Mégis azt csinálták, hogy négy ilyen választói testületre osztották a potenciális szavazókat, ebbe az egyik csoportot adta a tajvani lakosság, a másik csoportot adtak a tajvani őslakosok. Ők is egy ilyen külön, úgymond ilyen testületbe szavazhattak. És volt még két testület, az országos, illetve a tengeren túli kínaiaknak a, a testülete. Az országos testületnek voltak elvileg a tagjai, a szárazföldi Kínának a lakosai, de ők ugye nem szavazhattak értelemszerűen. Úgyhogy végül is csak az első két testület, tehát a tajvani kínaiak, illetve a tajvani őslakosok szavaztak, és a másik két testületnek a helyeit azt a tajvani szavazatok arányában osztották szét a pártok között. Ez egy elég faramúci megoldás volt, de így sikerült ugye összehangolni a jogi fikciót a valóságos helyzettel. Ezt a választást egyébként meglehetősen nagy többséggel megnyerte a Komintang, de hát a DPP is e, ott volt, mint legerősebb ellenzéki párt már. Megfigyelhető végig a, az évtizedben, hogy a Kómintang az évtized legvégéig a legerősebb párt, tehát a választásokat megnyeri, de a DPP egyre inkább jön fel, a Komintang többség pedig egyre olvad elfele, mi végül aztán, hogy a 2000-ben az elnök választást elvesztették, erről majd lesz szó. 92. májusában hoztak egy újabb alkotmánykiegészítést, a 11-től a 18. cikkejét alkották meg az alkotmánykiegészítéseknek. Ezek tartalmazták azt a rendelkezést, hogy az elnöki, illetve az alelnöki ciklus 6 év helyett már csak 4 év, tehát igazodott más országoknak a gyakorlatához. A 47-es alkotmány még 6 év szerepelt, innentől fogva mai napig 4 év a ciklus, és az elnök, illetve az alelnöke egyszer választható csak újra, tehát maximum két ciklust tölthet a hivatalában. A nemzetgyűlésnek a mandátumát is négy évre korlátozták, Elindultak az elnöki berendezkedés irányában azzal, hogy ilyen mindenféle testületi választások helyett az ötből három jön vezetőjének a kinevezését az elnök kezébe adták, illetve ez az alkotmánymódosítás rendelte el a tartományi kormányzónak a közvetlen választását. Ennek ugye olyan óriási jelentősége nem volt, de szimbolikusan egy fontos dolog volt, hogy egy első számú vezetőt az emberek közvetlenül választhatnak meg, és nem valamilyen testület. Szintén szimbolikus, de azért fontos gesztus volt 1992-ben, amikor a törvényhozás elfogadott egy hivatalos történészi jelentést az 1947. február 28-ai incidensről. Ez volt ugye az a lázadás a Kóumintang kormányzat ellen 47-ben, amit vérbe folytottak, és ami a tajvaniak nagy többségében mély nyomukat hagyott, viszont egész eddig ugye nem volt szabad beszélni róla, a tabu témának számított, és 97-ben szembenézett az új törvényhozás a történelemmel, és lényegében a valóságot a február 28-ai incidensről nem egyszerűen csak engedték, hogy feltárják, hanem hivatalos politikai dokumentumba is foglalták. 92. decemberében tartották a soros törvényhozási választást, amikor is ugye az egy évvel korábbi nemzetgyűlési választásokhoz hasonlóan csak a tajvaniak szavazhattak, tehát az egész törvényhozást újra választották, így már csak tajvani, tajvanon megválasztott képviselőkkel, és itt már a DPP 36%-át kapta a szavazatoknak, tehát már egyértelműen egy fontos Pártá vált, fontos ellenzéki pártá vált, természetesen még a Kuomintang nyert. Az állam átalakulásával párhuzamosan zajlott az állampártnak, az adi állampártnak az átalakulása is. Ugye a Kuomintang öndefiníciója szerint egy forradalmi párt volt, azért is nem vezetett be demokráciát a kínai köztársaságban, mert még így a permanens forradalom állapotában voltak évtizedeken keresztül, és a párt hivatkozva ilyen a politikai gyámság módszerével kormányozgatta az országot. Most ahogy a rendszer demokratizálódott, hát a Kómintangnak is demokratizálódnia kellett, úgyhogy 93-ban módosították az alapszabályát, és ekkor beleértek, hogy ez egy demokratikus párt, ez már nem forradalmi párt. Ez egyébként tényleges tartalmi változásokat is jelentett, tehát a régi Kómintang elitnek a hatalma csökkent, és a helyi pártszerveknek, mindenféle választott testületeknek a befolyása nőtt a párton belül. Egy érdekesség, hogy a párton belül óriási viták zajlottak, hogy akkor most mi legyen, mit kezdjünk a demokratizációval, mit kezdjünk a kínai kérdéssel. Ugye jött fel a DPP, aki, vagy amely alapvetően a függetlenség fele hajlott, és a kínai identitásnak az elengedése fele hajlott, és hát a Kuomintang sem térhetett ki az elől a kérdés elől, hogy akkor mi most kínaiak vagyunk, vagy tajvaniak vagyunk. Erre persze egyértelműen e, tajvan párti választ e, nem adott a Kuomintang, hiszen az identitásának az alapeleme eleme, hogy ők alapvetően kínaiak vallják magukat, de azért elkezdett puhulni az álláspontja a tajvani identitással szemben. Tehát voltak a párton belül olyan de konzervatívabb elemek, akik nem akartak tajvanizálódni, ők aztán ki is léptek, csak hogy a a tank, hát így közeledett a, a tajvan identitás felé. Úgy létrejött az úgynevezett új párt, amely a Kínával való egyesülést hirdeti, és a Kínával való minél jobb kapcsolatokat hirdeti. Ez persze nem azt jelenti, hogy most azonnal egyesülni szeretne kínai népköztársasággal, de a távlati célja az egyértelműen kimondva, alapszabályba írva az, hogy a tajvanni területeket egyesíteni kell a szárazföldi kínai területekkel, mert hogy a tajvaniak azok kínaiak. 94-ben aztán újabb alkotmánykiegészítések születtek, az eddigi 18-at hatályon kívül helyezték, és összefoglalták őket némileg módosítva 10-be, tehát akkor csökkent a, a cikkelyek száma a 10-el, és ez volt, ez a 94-es módosítás volt az, amely közvetlenné tette az elnöknek a megválasztását. Ez is egy néhány éves követelése volt a demokrácia párti erőknek, hogy hát hasonlóan a demokrácia szülőhazájához, az USA-hoz, Tajvanon is közvetlenül választják meg az elnököt, és ne ez a nemzetgyűlés nevű, így vagy úgy, ugye ezzel a jogi furfanggal összehozott testület válasza őt meg. És ennek a 94-es módosításnak a, a nyomán tartották aztán 96-ban az első közvetlen elnökválasztást, és nem csak az elnököt választották innentől fogva közvetlenül, hanem közvetlen választással választották meg a tajvani kormányzót is, illetve a tajpéi és a kaosztyungi polgármestert is. A tajvani kormányzó az egy érdekes eset, mert ugye korábban kinevezték, ekkor megválasztották, aztán hamarosan eltörölték az egész tisztséget, tehát összesen egyszer került sor a történelemben tajvani kormányzó választásra. A Tajpéi meg a Kaoszjungi polgármester, ez ugye a két legnagyobb városnak a vezető tisztségviselőjét jelentette, és az egész eddig ezt felülről nevezték ki, tehát nem a városok lakói választották meg, más városok polgármesterével ellentétben, Most ez a, az alkotmány módosítás ez, ezt az ellentmondást ezt megszüntette, és közvetlenül választhatóvá tette a két fontos polgármesteri tisztséget. Zajlott közben természetesen nem csak a politikai intézményrendszernek az átalakulásán, az élet minden területén zajlott a nyitás, cenzúra megszüntetése, szabadságjogok kiterjesztése, női jogoktól kezdve mindenféle második meg generációs jogok is megjelentek, először a követelésekben, aztán a gyakorlatban is. 95 az a nyilvánosság szempontjából volt áttörés, abból a a megközelítésből, hogy új TV, illetve rádióadók indulását engedélyezték, ami gyakorlatilag a médiának a teljes átalakulásához vezetett, tehát kialakultak az, ellen, az eddig is létezett ellenzéki újságok, meg folyóiratok mellett, ellenzéki rádió, meg TV adók is. 96-ban, mint már többször említettem, megtartották az első közvetlen elnökválasztást, amelyet ugye 54%-kal Lee az addig is regnáló elnök nyertő, egy meglehetősen népszerű politikus volt, és hát ugye a tajvaniak támogatták az ő demokratizációs, meg egyéb törekvéseit, és ezt honorálták szavazatokkal is. Egy érdekessége a 96-os választásnak az, hogy a kínai népköztársaság az nagyon tartott Lee nagyon félt az ő demokratizációs és tajvanizációs törekvéseitől, hiszen ugye az egy nagyon rossz precedenst teremtett a kínai világban, hogy hát itt közvetlenül lehet elnököt választani, és nem a nem tudom, központi bizottság választja meg a pártfőtitkát, hanem az emberek szépen elmennek, és demokratikusan, titkosan leszavaznak a, a, jelöltjeikre. Meg hát Li Tenghui ekkor már elég erőteljesen a, a, a tajvani identitásnak a pártján volt. Tehát azt lehet mondani, hogy így a Kuomintangon belül, amely alapvetően a kínai identitást hangsúlyozza a tajvinival szemben, ő ahhoz a szélhez tartozott, amely a, a tajvani identitást a Tajvani ügyeknek, dolgoknak a központba a helyezését tartotta a legfontosabbnak. Aztán el is ment ugye egy olyan irányba, ami oda vezetett, hogy kizárták a Kómintakból, és már átszodódott tulajdonképpen a másik oldalnak a párt családjába. Ez még az elnöki ciklus alatt nem történt meg, azért csak a Kómintaknak az elnöke volt, tehát nem mehetett nyíltan szembe a. Kuomintangnak a mainstreamjével, de egyértelmű volt, hogy ő ezt az egész szárazföldi Kína dolgot ezt igazából legszívesebben elengedné. Most emiatt a népi kínaiak nagyon nem szerették őt, úgyhogy hogy beavatkozzanak az elnökválasztásba, és hogy megzavarják ezt az egész demokratizációs folyamatot, az elnökválasztás előtt közvetlenül egy hadgyakorlatot hajtottak végre a tajvani szorosban, és mindenféle rakétákkal lőtték ott a tengert, tehát áldozatai nem voltak ennek a hadgyakorlatnak, de jelezték a tajvani nép számára, hogy nem kéne elmenni szavazni, pláne a Litenkujra leszavazni, mert hogy mi nem örülünk ennek az egésznek, és marha nagy rakétáink vannak, amelyek bármikor Tajvan szigetét is elérhetik. Hát most úgy vannak beállítva, hogy ott a tengerbe essenek, de nem föltétlenül kell ezeknek a tengerbe esni. Tehát hogyha akarjuk, akkor taj, Tajpéjre vagy Kaoszjunkra is eshetnének ezek a rakéták. Viszont ez kontraproduktív volt. Ugye egyrészt az Amerikai Egyesült Államok azonnal oda rendelte a fél csendes óceáni flottáját. A vietnámi háború óta nem volt ekkora amerikai erő átcsoportosítás a térségben és hát az amerikaiakkal sikerült jól összeakasztaniuk a bajszot, másrészt pedig a tajvani választók szépen elmentek nagy számban, és leszavaztak Liten újra, ezzel jelezve a kínai népköztársaságnak, hogy jobb lesz, hogyha nem szól bele a választásokba. Innentől aztán a kínaiak egyébként a következő két évtizedre vissza is vettek egy picit a nyomás gyakorlásból. Ezt az egészet, tehát a hadgyakorlatot, rakétakísérleteket nevezik harmadik tajvani szorosi válságnak, hogy az első kettő még az 50-es években volt. 1997-ben, 99-ben, 2000-ben újabb alkotmánykiegészítéseket fogadott el a nemzetgyűlés. Ezek összességében tovább vitték a tajvani rendszert az elnöki rendszernek, tehát a prezidenciális rendszernek az irányába, mert hát ugye fennállt az a lehetőség, hogy az emberek leszavaznak az elnök jelöltek közül az X pártbelire, de közben meg mondjuk a törvényhozásban az Y párt van többségben, és akkor kialakul ugye a kohabitációnak a lehetőség, ami megvinníthatja az országot, hogy van egy elnök, akivel szemben ellenséges a törvényhozás vagy a nemzetgyűlés. És hát a korabeli szabályok szerint e, Tajvan egy fél félprezidenciális rendszer volt, nem különösebben erős elnöki hatalommal, és hogy ne bénuljon meg egy ilyen furcsa hatalmi elosztás esetén az ország, ezért úgy döntött a Tajvani Politikai Elit, hogy az elnöki rendszer irányába viszik el az alkotmányos rendszert, tehát hogy adott esetben az elnök az le tudja nyomni a saját elképzeléseit az ellenzéki többségű törvényhozásnak a torkán is. Nem lett egyébként teljesen elnöki a rendszer, de ebbe az irányba indult el. Például. A miniszterelnököt innentől fogva az elnök jelöli ki, és nem is kell a miniszterelnök személyének a megerősítéséhez a törvényhozásnak a, a jóváhagyása. Ugyanezek az alkotmánymódosítások mondták ki azt, hogy a nemzetgyűlésnek nem kell egy ilyen állandó testületnek lennie. Ugye a nemzetgyűlés az arra van, hogy elnököt válaszon, illetve alkotmányt módosítson a régi rendszerben. Viszont ugye az elnök választás az átkerült közvetlenül a néphez, tehát a, a funkciója a nemzetgyűlésnek az, az alkotmánymódosításokra korlátozódott, ehhez nem kell egy állandó testület. Aztán a testületet majd meg is szüntették 2005-ben, ezt majd látni fogjuk. És ezeknek az alkotmánymódosításoknak a során szüntették meg a tajvani kormányzónak a pozícióját. Ugye egyszer tartottak ilyen választást, de miután annak a megválasztott személynek a mandátuma lett, tehát nem választottak helyére újra, hanem újat, hanem átalakították az amúgy teljesen értelmetlen tartományi kormányzatot és a, és a tartományi gyűlést. Ugye volt egy tartományi kormányzat, a kormányzóval meg volt még egy tartományi gyűlés is, egy ilyen testület, egy ilyen, ilyen önkormányzati testület, aminek szinte semmi értelme nem volt, hiszen ugyan, ugyanannak a területnek az ügyeiről döntött, mint az országos szervek, és végül is ezzel szembenézve az alkotmányból szépen eljelentéktelenítették a tartományi szerveket. Nem szüntették meg őket egyébként, mert az ugye gyakorlatilag azt annak a kimondását jelentette volna, hogy ezt a Kína dolgot, a Kína identitást, a Kínához tartozást teljesen elengedi az ország, ezt még nem akarták meglépni a korabeli politikusok, de gyakorlatilag ilyen felülről kinevezett testülettel helyettesítették a tartományi kormányzatot is, illetve a tartományi gyűlést is, ami hát innentől fogva olyan ügyekkel foglalkozik, mint a Tajvan tartományi levéltárnak a gondozása, meg a Tajvan tartományi útjelző tábláknak a egységesítése, meg dizájnja, meg egyebek, tehát gyakorlatilag megszűnt politikai tényezőként funkcionálni. 1997-ben került sor az első olyan választásra, amelyen a DPP már több szavazatot kapott, nem sokkal a DPP 43 százalékot, akkor mint a 42 százalékot kapott. Ezek helyi választások voltak, tehát itt még nem nemzetgyűlési vagy törvényhozási választásokról volt szó, hanem az önkormányzati, meg önkormányzati testületeket, meg polgármestereket választottak ekkor meg, és hogyha összeadjuk a különböző pártokra a leadott szavazatokat, számát, aminek egyébként ilyen sok értelme nincsen egy önkormányzati választásnál, akkor azt látjuk, hogy a DPP-re már többen szavaztak, mint a Kómintangra. Hát ez nyilvánvalóan sokkolta a Kómintangot, és egy új lendületet adott a DPP-nek. Megjegyzem, hogy a tajvaniak folyamatosan választanak, vagy pontosabban választottak ebben az időben. Mára már áramvonalasították valamelyest a rendszert. Tehát a 90-es években még voltak volt ugye elnökválasztás, volt törvényhozó UN választás, volt nemzetgyűlés választás, voltak helyi önkormányzati választások, polgármester választások, meg ugye ilyen helyi vezetőtestületi választások, meg tartományi választások, úgyhogy szinte minden évre esett valamilyen választás. Ma már ugye tartományi választások nincsenek, nemzetgyűlés megszűnt, és a törvényhozási választásokat pedig egyszerre tartják az elnökválasztással, de ez csak a, a két ötes évektől, ez a bizonyos 2010-es évektől van így, 90-es-2000-es években folyamatosan választottak, választásokat tartottak a különböző testületekbe, illetve tisztségekre. Tehát 97-ben kapott a Kuomintang egy nagy pofont, ez is oda vezetett, hogy a 2000-es választásra egy megosztott helyzetből indult neki a Kuomintang, Ekkor személyes ambíciók meg ideológiai ellentétek is oda vezettek, hogy a Comintang Mainstream, Leet queen a támogatásával egy nem túlságosan népszerű Comintang politikust indított a 2000-es elnökválasztáson, és volt egy nagyon népszerű, tapasztalt, ismert Comintang politikus, aki nagyon szeretett volna elnök lenni, ő valószínűleg meg is nyerte volna a választást. Őt viszont nem indította a Kuomintang, mert helyette ezt a Kuomintang mainstreamhez jobban illeszkedő és Li is közelebb álló jelöltet támogatta. Ami oda vezetett, hogy ez a népszerű Kuomintang jelölt ez elindult a választáson szembe a hivatalos Kuomintang jelöltel, tehát végülis egy ilyen hármas választásra került, került sor, és hát neve, nevető harmadikként a 2000-es márciusi választáson a kínai köztársaság történetében először nem Kuomintang politikus került az elnöki tisztségbe, hanem a DPP-nek a jelöltje, egy bizonyos Chen Shui -pian. Ő tehát nem szerezte meg a szavazatoknak a több mint 50%-át, hanem bőven 50% alatt maradt, de a két Kuomintang hátterű jelölt ez ki, oltotta egymást, és ugye megosztottak a Kuomintang szavazatok miattuk, ezért a, a relatív többséggel Chen shui -pian nyerni tudott. Elég egyszerű az elnökválasztási rendszer, elég, hogyha a többséget megszerzi egy jelölt. 2000-ben történt, tehát az első hatalomváltás a kínai köztársaság történetében, ekkor került át a hatalom először a Kuomintang kezéből az időközben mellé felnőtt DPP, demokratikus haladás pártja kezébe. Ugye sok aggodalom volt ekkor ezzel kapcsolatban, hogy át fogják adni a Kuomintang a hatalmat. Tényleg az lesz-e, hogy itt elengedik ezt a, a hatalom dolgot, és mit fog szólni a hadsereg, ami ugye tele van, kómintangista tisztekkel, meg távolnakokkal, meg egyebekkel. És hát az történt, hogy semmi nem történt, ahogy az a nagykönyve meg van írva, szépen átadták a hatalmat a Csensui Piennek, hadseregnek sem moccant, elfoglalt az új kormányzatot, úgyhogy a, az első hatalomváltás és teljesen tisztán, békésen, demokratikus módon lement Tajvanon. Tulajdonképpen ide tehető a demokratizációnak a vége, mármint a folyamatnak a vége, Ugye elindult azzal, hogy 87-ben Kiang fel számolta a szükségállapotot, tehát véget vetett a rendkívüli állapotnak, és végződött azzal, hogy a korábbi ellenzéki párt, akinek az aktivistái tagjait a 80-as években még verték, meg börtönbe zárták, meg időnként le is gyilkolták, az hatalomra, hatalomra került, és átvette a hatalmat. Elég nehéz helyzetben egyébként, mert be következett az a kohabitáció, ami, amire ugye az alkotmánymódosítással meg korábban felkészültek, és egy ellenzéki többségű törvényhozással kellett Csensői együtt dolgozni. De hát végül is valahogy megoldották, aztán a 2004-es választáson megint nyert Csensői nem sokkal, de ekkor már ilyen egy az egybe mérte össze a támogatottságát a Kuomintang jelölt el, és megszerezte a szavazatoknak a többségét. végül is az utolsó alkotmánymódosítás, alkotmány módosítás, vagy pontosabban alkotmány kiegészítés, az 2005-ben zajlott le, innentől fogva, mert nem módosítgatják az alkotmányt. Ekkor végleg megszüntették a nemzetgyűlést. Ugye nem volt már értelme a nemzetgyűlés megtartani, az elnököt már nem a nemzetgyűlés választotta, és végül is hát az alkotmány módosítást ezt nyugodtan rá lehetett bízni részben a törvényhozó jönre, részben pedig a népre, mert hogy az történt, hogy az utolsó megmaradt funkcióját a nemzetgyűlésnek, tehát az alkotmány módosításnak a jogát, azt e, szintén a népre bízták, egy olyan módon, hogy a, a törvényhozó juannak kell 3 4 többséggel kezdeményeznie az alkotmánynak a módosítását, és hogyha az megvan, akkor népszavazáson kell az alkotmánymódosítást jóvá hagynia, amin az összes választónak, nem a megjelenteknek, hanem az összes regisztrált választónak a többsége meg kell, hogy erősítse az adott alkotmánymódosítást. gyakorlatilag ezt lehetetlen összehozni, tehát innentől fogva az alkotmány ezt kőbe van vésve. Azért is fontos dolog, hogy az alkotmány kőbe van vésve, mert ugye az, hogy ez az alkotmány, ez minden kiegészítés, meg módosítás, meg egyebek ellenére, ez tulajdonképpen az 1947-es, az egész kínai szárazföldre, az egész kínai világra érvényes alkotmány, amit aztán ugye testre szabtak némileg Tajvanhoz. Ez ugye egy szimbolikus jelentőségű dolog, tehát ez nem a tajvani alkotmány, ez nem Tajvan szigetének vagy tajvan lakosainak az alkotmánya, hanem ez egy összkínai alkotmány. És bárki, aki elkezdi feszegetni, hogy tulajdonképpen hát ez az alkotmány ez gyakorlatban csak a tajvaniakra vonatkozik, tehát lehetne akár egy vadonatúj alkotmányt is hozni, hát teljesen abszurd dolog, hogy egy más országban, más uh, kországban, más körülményekre létrehozott alkotmány szerint uh, éljük az uh, életünket. Tehát bárki, aki ezt a kérdést elkezdi feszegetni, az egész tajvani problémának a gyökerére uh, tapint, hiszen ugye egy identitás, kérdést kezd el feszegetni, ami nem föltétlenül jó. Ezért is biztosították be az alkotmányt ezzel az a alkotmánymódosításos, népszavazásos, jóváhagyásos klauzulával, hogy gyakorlatilag ne legyen esély ezt az alkotmányt újra módosítani, vagy pedig egy új alkotmányt hozni helyette, mert ezzel is ugye bizonyos vitáknak az elejét lehet venni, legalább ebben a kérdésben nem szerepel folyamatosan a napi renden az identitás kérdés, a kínai népköztársasághoz való viszonynak a kérdése. Van elég terület, ahol ugye folyamatosan ezzel kell foglalkozni. Ez itt egy amerikai repülőgép hordozó a harmadik tajvani szorosi válságnak az idejéből. Itt a tajvani szorosra szépen behajóztak. Ő itten Chen Shui Pien, a 2000-ben megválasztott addigi ellenzéki politikus, aki aztán ilyen 8 éven keresztül a kínai köztársaságnak az elnöke lett. Tehát ő az első olyan politikus a kínai köztársaság történetében, aki nem Kuomintang jelöltként lett a legfontosabb pozíciónak, az elnöki tisztségnek a viselője. Ennyit az alkotmányos átalakulásról. Következő előadásban a, kína, a kínai köztársaság Tajvannak a, a napi működéséről, a politikai rendszeréről lesz szó, és köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra!